nem vizsgáltunk betegeket, nem diagnosztizáltunk, nem jelentettük, nem gyógyítottunk szamárköhögéses eseteket. Legalábbis az elmúlt évtizedekre ez idáig ez volt a jellemző. Magyarországon közvetlenül jó ideje nem volt dolguk az orvosoknak a szamárköhögéssel. A házi orvos szerint ezt a pedáns magyar oltási rendszernek köszönhetjük. Most azonban baj van, a kór újra itt van közöttünk. Nagyon-nagyon sok szamárköhögéses eset lett, ahol nincs védve a lakosság, ott aztán futótűzként terjed, és így behurcolták Magyarországra is, és most megtalálta gyakorlatilag azokat a rétegeket, akik a védőoltási rendszer miatt még vagy már kicsit védtelenek. Tehát nálunk, ahol nagyon jó az átoltottság, nálunk a kicsi csecsemők védelméről kell gondoskodni, és az idősebb emberek védelméről. A legkisebbek már 2, 3 és 4 hónaposan megkaphatják az első védőoltásokat a betegség ellen. 18 hónaposan is, 6 évesen megismételjük, és 11 évesen is újra immunizálunk emlékeztető oltásokkal. Tehát ez a generáció nagyon szépen frissen védett. Azok a csecsemők, akik még nincsenek 2 hónaposak, illetve hát idő kell annak, hogy egy védőoltásnak a hatása kialakuljon. Tehát, hogy gyakorlatilag az 1 éves kor alatti csecsemőkre nagyon veszélyes, náluk 0,5%-os halálozással történnek a betegségek. Nem a megbetegedés, hanem a halálozás. Tehát a megbetegedett gyermekek közül, csecsemők közül minden 2%-dik meghal. Akik pedig átélik, tette hozzá háziorvos, azoknál akár agykárosodás is jelentkezhet. Az új eljárási rend szerint a várandósokat már a 3. trimeszterben oltani kell, ezzel védik a megszületendő babákat. A betegség kezdetben hurutos köhögéssel indul, de tapasztalható közben búgó belégzés, amiről a nevét is kapta a betegség, de ez akár hányásig is fajulhat, valamint nyálkahártya bevérzés, és rosszabb esetben előfordulhat légzéskimaradás, ezáltal neurológiai szövődmény is.